Sziasztok, kedves barátaim, követőim! Vagy csak valahogy ide keveredett dió iránt érdeklődő. Ha még nem vagy feliratkozva, akkor tedd meg, és garantálom neked, hogy folyamatosan kapsz információkat a dióburoklégy elleni védekezésről, az aktuális teendőkről a diósban, és az ehhez kapcsolódó témákban. Na de kezdjük is el! Ez a videó a 2023-as év történéseit fogja összefoglalni. Aki követi a csatornámat, neki nem újdonság, hogy az elmúlt években sikerült egy újfajta csali anyagot és technológiát kifejlesztenem a nyugati dióburok fúrólégy ellen. Erről van több videó is a csatornámon, a linkeket berakok a leírásba. Idén tavasszal egy felhívást tettem közzé, amely arról szólt, hogy aki szeretne valamit tenni a dióburok légy ellen a saját kertjében, ő jelentkezzen. Számomra hatalmas meglepetés volt a jelentkezők nagy száma. Nem is tudtam mindenkinek adni a csali anyagból. Szinte a teljes Kárpát-medence területéről írtak. Erdélytől, a Felvidéken át, Délvidék, a Csonka Magyarországon belülről, Debrecentől, Sopronig, nagyon sok helyről. Az egy diófás kiskert tulajdonostól a dióültetvény tulajdonosig. Mindenki megkapta a teljes technológiát és a számára megfelelő mennyiségű csaliszert. Mivel ez az egész egy teszt volt, hogy az ország különböző mikroklímáján hogy működik a csali, ezért csak azt kértem mindenkitől, hogy adjon visszajelzést a használat módjáról, az időjárásról és az eredményről. Nagyon örülök, mert tényleg sokan küldtetek visszajelzést. Az idei év a teszt szempontjából egy nehéz év volt. A védekezés fontos eleme, hogy július közepétől szeptember közepéig a csali folyamatosan jelen legyen a fán. Ugyanis a légy egy ilyen elhúzódó rajzást produkál. Pár napjuk lehet benne, de egy hét csali nélküli időben már biztos, hogy lesz kártétel. A kártétel mértéke függ a rajzás intenzitásától, tehát hogy mennyi imágó van egy időben a területen, és függ attól, hogy a dió milyen fejlettségi állapotban van. Az idei év kiemelkedően csapadékos volt. Több olyan hét volt nálam, amikor minden második nap esett. És sajnos 1-2 mm eső már le tudja mosni a csalit a fáról. Mivel tapadásfokozót nem használhatunk. Tehát ezeken a heteken én is 2-4 naponta újra fújtam a csalit. Sajnos ez időigényes és költséges is. De ha ezt nem teszem meg, akkor a termés jelentős része is használhatatlan. Viszont így az egész ültetvényemen maximum 4-5 szem nyüves dió volt. Egy hibát viszont én is elkövettem. Mégpedig azt, hogy a nehéz nyár után, szeptember elején abbahagytam a permetezést. És ebben a maradék két hétben történt ez a minimális kártétel. Ezt onnan tudom, hogy a nyüvek nagyon fejletlenek voltak a dióburokban, és a dióburok sem volt bebarnulva. Ugyanilyen visszajelzéseket kaptam tőletek is. Aki nem sajnálta az idejét és a csalit, és maradéktalanul betartotta azt a technológiát, amit adtam, ők ugyanerről számoltak be. Sokan saját bevallásuk szerint sem tartották be a technológiát, csak részben. Őnáluk a siker is csak részleges volt. Egy másik kártétel is jelen volt nálam, ez pedig az almamoly, amely véleményem szerint kétszer biztos, de szerintem háromszor is rajzott az idén. Ezért szinte folyamatos volt a jelenléte az ültetvényben. Ezt a fajta kártételt onnan tudod könnyen megkülönböztetni a dióburok fúrólégytől, hogy még a légy nyűve csak a dió zöld burkában károsít, addig az almamoly befúrja magát a dióba és ott rág. A hernyó halványpirosas, rózsaszín. Ez ellen egyáltalán nem védekeztem, de jövőre kell. Egyébként maga a termés nagyon jó minőségű lett. Kevesebb, mint tavaly, mert a dió virágzása idején felém nagyon sok csapadék esett, így eleve kevesebb volt a megtapadás is. Sokan gondolják azt, hogy a sárga lap a kártevő gyérítésére szolgál. De nem. Természetesen valamennyi kártevő fog beletapadni, meg egyéb más rovar is, viszont ez elsősorban arra való, hogy mutassa neked a rajzásnak az időpontját. Azt az időpontot, amikor már nagy számban jelennek meg
a dióburok fúró legyek az ültetvényeden vagy a fát körül. Több videóban beszéltem már arról, hogy nálam a kisfarontó és a nagyfarontó lepke ugyancsak komoly problémát okoz. Ez sajnos az éven is ugyanígy volt. Több kártétel, több megfúrt törzs. Szerencsére egy fám sem pusztult el, viszont nagyon sok helyen jelen volt. Azon már többet elmélkedtem, hogy én használok ezek ellen egy feromon csapdát, és hogy ezek a feromon csapdák plusz egyedeket vonzanak-e a területre, vagy nem, ezt nem tudom. Itt láthatjátok azt, hogy hogyan történik a csali anyagnak a bekeverése. Nem kell hozzá más, egy patika mérleg, vagy egy ilyen ékszermérleg, pár ezer forintért vásároltam én is, nem egy márkás történetről van szó, rovarölőszer, én a mospilánt használom, ez nem a reklám helye, de így is úgy is látjátok, valamint víz és egy mérőedény. A csali anyagot összekeverjük a vízben először, feloldjuk, majd ezt követően hozzátesszük a rovarölőszert. Erről részletes technológiai leírás kapott mindenki, aki a csali anyagból is kapott. Sokan nem használnak patika mérleget, vagy ezt a kisfajta mérleget. Én azért használom, mert itt tényleg exaktul pontosan kimérhető az a mennyiség, amire szükség van. Nem pedig csak úgy, hogy na jó van, ez kb. Annyi. Ez akkor jelenthet problémát, ha a rovarölőszert nagyobb mennyiségben, nagy kiszerelésben vásárolod. Ugyanis ilyenkor nincs meg az az előny a kis zacskónak, hogy pontosan 10 vagy 20 literhez kell adagolni. Így mindenféleképpen ahhoz, hogy precízen ki tud adagolni, szükséged van a mérésre. Sok kérdés jön azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt felhordani, akár egy nagy fára, akár egy kisebb fára, valamint milyen permetezőt használj. Mint jól látod, én egy hagyományos, vegyépszeres, régi, magyar, pumpálós permetezőt használok. Annyi módosítás van, hogy a fejet kicseréltem egy állíthatóra. Azért fontos ez, mert a gyári az eléggé szór. Viszont ezzel, amit vásároltam hozzá, ezzel lehet állítani a szórásképet. Itt nagyon fontos az, hogy beállítani sugárra. Tehát úgy nézzen ki, mintha a permetező pisilne. Ez volt az egyik dolog. A másik, hogy a nagy fára hogy lehet felhordani, mert sokan félnek attól, hogy nem tudják az egész fát bepermetezni. Nem is kell. Ez a jó hír benne. Ugyanis ez egy csali anyag. Ez úgy működik, hogy a rovar, a légy fogja keresni a fán. Tehát, ha egy fára egy minimális mennyiséget, egy nagy fára is akár 1-2 deci mennyiséget juttatsz ki, nem a csali anyagból, hanem már a bekevert anyagból elég az 1-2 deci, ezt kijuttatod, ezt meg fogja találni a légy. Arra érdemes odafigyelni, hogy a felhordást követően, amikor már beszáradt az anyag a fán, tehát a víz elpárolog belőle és a csali anyag intenzíven a rovarölőszerrel fennmarad a levélen, az körülbelül így nézzen ki. Tehát nem kell egy nagy 100%-os fedést elérni, elég az, hogy nagy, vastag, jól beszáradt cseppekben jelen legyen a fán. Kisebb eső után érdemes ellenőrizni, hogy a csali anyagból körülbelül mennyi maradt fenn a fán. Elképzelhető az, hogy egy szélvédett, esővédettebb helyen, ahol a fát nem csapta annyira meg az eső, ott fennmaradt a csali, és nem kell újra fújnod. Az én tapasztalatom az, hogy 1-2 mm eső már jelentős mértékben le tudja ezt mosni. Tehát mindenféleképpen, ha lemosta, vagy ha nagyobb eső volt, azután újra kell fújnod. Sajnos ez ilyen. Nedves idő esetén mindig sokkal nagyobb az esély arra, hogy gombás vagy baktériumos betegség kapja el a diót.
ez látszik rajta. Látszik a leveleken, látszik a dióburkon is. Ugye itt két nagy csoportba osztom én, az egyik az, ami csak esztétikai, a másik pedig az, ami valóban befolyásolja a termés beltartalmát is, mint jelen esetben látjuk. Az érési idő előtt megjelenő hasonló tüneteket mindig érdemes ellenőrizni. Meg kell azt nézni, hogy dióburoklégy kártételről van-e szó, vagy pedig másról. Ha dióburok kártételt lát, akkor valamit nem jól csináltál. Itt most nem arról van szó. Ez egy gombás betegség. Nyugodtan törd fel a diót, és nézd meg, hogy mi van benne. Itt most látszik, hogy egy kissé megbarnult, vizenyős, kissé kocsonyás maga a bél. A szürethez közeledve az időjárás egyre szárazabb lett. Ez segített a dió egyéb betegségein, és mint látszik, sokkal egészségesebb lettek a fák, és lettek a termések is. A képen látható kopácsolanító eszközről készült egy bővebb videó is, vagyis telepelt egy másik videóban. Ez egy kisipari házi gyártmányú kopácsolanító gép. A rázógép viszont gyári, Törökországból van. Ez a labda egy régi csapda, amit a nyár elején helyeztem ki. Próbálkoztam vele, hát ha jobban csalogatja a dióburok legyet, mint a sárga lap, az alakja és a színe miatt, de nem. Maga a rázógép megvan már tavaly óta, de tavaly nem használtam, és az idén is csak próbaképpen. Egy hevederes és egy drótkötéllel működő történetről van szó, amit a traktornak a kardántengelye hajt meg, és egy ilyen hidraulikus dugattyú rázza meg a fát. Első körben nem voltam teljesen megelégedve a teljesítményével, ugyanis a hosszú drótkötél miatt inkább berezonált vagy beremegett maga a drótkötél, és nem jutott el a rázó erő a fáig. Viszont ha visszavettem a drótkötélnek a hosszából, akkor sokkal jobban és sokkal hatékonyabban rázta meg a fát is. Egy ilyen ültetvény esetén sajnos az nem működik, mint a kiskertben, hogy minden reggel kimegyek és megnézem, hány dió esett le a diófáról, és azt összeszedem. Ennyi fánál sajnos már le kell rázni. Amikor viszont rázod, erőlteted a fát, ebből adódóan nagyon sok burkos dió jön le. Ezeknek nagy részét kézzel manuálisan eltávolítani nagyon nehéz és nagyon fáradtságos munka. Ezért készült ez a dióburok eltávolító gép, ami egy hordóból és belülről ez a perforált lemezből áll. Ahogy forgatja a kardántengely a diót, az hozzádörzsölődik ez a perforált lemezhez, ami szépen lassan lekoptatja róla a burkot. Rendkívül hatékony. Az így letisztított diót szépen szárítani kell, ugye ilyenkor még lényegesen magasabb a nedvesség tartalma, mint azoknak a diószemeknek, amik maguktól esnek le. Így a szárítás is tovább tart. Viszont se a minőségében, se az ízében semmilyen különbség nincsen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett, amit láttatok. Ha van kérdés, nyugodtan írjatok kommentbe, ha nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, nem kerül semmibe, nekem viszont segít. Köszönöm, sziasztok!